Székesfehérvár önkormányzata, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér megyei tagozata, a Magyar Írószövetség Közép-Dunántúli csoportja, a Vörös Marti Társaság, a TIT Fejér megyei egyesülete, a Szabad Művelődés Háza és a Szent István Művelődési Ház közös szervezésében rendezték meg az Illyés és Gyula emlékülést. Tekintettel arra, hogy Illyés év van, és Illyés Gyula születésének a 110. évfordulója, kerek évforduló, azt hiszem, hogy kötelességünk a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakjára ilyenkor emlékezni és emlékeztetni. A résztvevőket dr. Cserpalkovics András polgármester köszöntötte. Ezért övezi egyre inkább a csönd az Illyés életművet. Tette föl 2002-ben Vasi Géza ezeket a kérdéseket. Az Illyés Gyula emlékülés első előadását Bakonyi István irodalomtörténész tartotta. Én azt hiszem, hogy ha Illyés nem is tartozott szorosan a fehérvári vagy Fejér megyei élethez, irodalmi hagyományokhoz, olyan életművet hagyott maga mögött, lírában, epikában, drámában egyaránt, ami mindenképpen érdemes arra, hogy beszéljünk róla. Az emlékülésen Lukács László egyetemi tanár néprajzi szemszögből, majd pedig az Illyési életmű két legnagyobb hazai ismerője, Kapdebó Lóránt és Vasi Géza is előadást tartotta a Hímerházban.